Egyre több európai aggódik a légszennyezettség miatt. A héten 9 belga állampolgár beperelte a saját kormányát, amiért az nem lép megfelelően a tiszta levegő védelméért. A 60 éves Erik van de Zende azt mondja, a szennyezettség közvetlen hatással van az asztmájára. Öt évvel ezelőtt újult ki az asztmám, és kiderült, hogy ez közvetlen kapcsolatban van a légszennyezettséggel. Amikor légzési problémáim voltak és felhívtam a tüdőgyógyászomat, azt mondta, duplázza meg a kortizon adagomat, de azt is közölte, hogy a telefonhívás ideje egybeesik a magas szennyezettséggel, mondta az alperes. A per kezdeményezői szerint a kormánynak be kellene tartani az egészségügyi világszervezet ajánlásait. Az Európai Bizottság most új, szigorúbb légszennyezettségi normákra tett javaslatot. Ennek értelmében 2050-re szeretnék elérni azt, hogy nullára csökkenjen a légszennyezettség az Unióban. Ezekkel a szabályokkal a következő 10 év alatt 78%-kal csökkentenénk a szennyezettség miatti halálozást. Ezzel javítjuk az emberek egészségét, miközben segítjük a gazdaságot is, mondta Virginius Sinkevicius, uniós biztos. Az Európai Bizottság adatai szerint évente 300 000 korai halálesetet okoz a légszennyezettség a kontinensen. A javaslatokat még az uniós tagállamoknak is el kell fogadniuk.